Új szakaszába lép május 3-a után a koronavírus elleni védekezés, mondta péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, olyan szabályokat vezetnek be, amelyek fokozottan védik majd a legveszélyeztetettebb korosztály képviselőit. A védekezés első szakasza az jövő hét végén lezárul, ezért a kijárási korlátozások helyett, a most hatályban lévő szabályok helyett új szabályokat fogunk majd létrehozni. Ha visszafele tekintünk, akkor azt mondhatom, hogy a védekezés első szakaszában Magyarországot fölkészítettük a legrosszabb forgatókönyv esetére is, és most pedig megkezdődik a védekezés második szakasza, ahol nem győzöm hangsúlyozni, hogy fokozatosan és szigorú menetrend mellett, de újraindíthatjuk az életet Magyarországon. Ennek az a föltétele, hogy az újraindítás időszakában is meg tudjuk védeni a leginkább veszélyeztetetteket. Ezek az idősek, a krónikus betegséggel küzdők és a nagyvárosokban élők, tehát rájuk vonatkozóan speciális szabályokat kell kigondolnunk. Van még néhány napunk hátra, jövő hétvégére már új szabályokkal kell rendelkeznünk. Ezeknek a kialakítása gőzerővel folyik most. Péntek reggeli adatok szerint Magyarországon 2383 igazoltan új koronavírussal fertőzött beteg van, 401-en gyógyultan távoztak a kórházból, 250-en pedig elhunytak a betegségben. Hatósági házi karanténban 10.942-en vannak. Világviszonylatban is jelentősnek számító laboratóriumi műszereket adományozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház részére a Bige Holding csoport. A készülékek alkalmasak az új koronavírus fertőzés gyors kimutatására. Minél többet mérünk és minél többet tesztelünk, ezt nálunk hozzávértőd emberek jobban el tudják mondani, annál kevesebb esélye van és annál gyorsabban lehet megállítani a járványt. A járvány mögött, amit én látok, az egy óriási gazdasági válság lesz a világban, amit jól lenne elkerülni. Már amennyire lehet. Tehát én ennyire tudtam segíteni, ezt én jó szívvel adtam a nyíregyházi kórháznak, mindig is jó szívvel adtam meg a nyíregyháziaknak. Az adományozott készülékek értéke 67 millió forint. Egy egyes számmal beszélünk műszerről, de valójában két műszer érkezett a laboratóriumunkba, és két hónapra elegendő tesztmennyiség, ami szerintem hangsúlyozandó, mert ez a készülék, bár látszik az asztalon, hogy nem nagyon, mint az otthonában levő kávéfőző, de a benne levő tudás az pont annyival több, mint amikor először iPhone-t vehettünk a kezünkbe. Abba benne van egy tévé, abba benne van egy számítógép, abba benne van adott esetben kamera, fényképezőgép, nagyon sok minden más. A miniaturizáció technológiai csodája az, ami teszi drágává ezt a készüléket és a teszteket is. Ahogy sok más kereskedelmi egység, az optikák is veszélybe kerültek a koronavírus járvány miatti helyzetben. Országosan mintegy tizedére zuhant a bevételük. A cégek bő negyede kényszerült arra, hogy megszüntesse az alkalmazottai munkaviszonyát, vagy fizetés nélküli szabadságra küldje őket, számol be róla a Világgazdaság. Ennél a nyíregyházi üzletnél, bár az országos átlag felett maradt a forgalom, még így is mintegy 80%-os visszaesés kellett elkönyvelniük az elmúlt hetekben. A kereskedelmi tevékenység mellett ráadásul egészségügyi szolgáltatóként is működnek, emiatt speciális óvintézkedéseket kellett meghozniuk, bizonyos szolgáltatásokat pedig most nem tudnak végezni. Jelen esetben a szemvizsgálatot nem lehet végezni a vírushelyzet miatt. Látásellenőrzést és látásvizsgálatot szigorú szabályok betartása mellett viszont igen. Abban az esetben, hogyha valakinek dioptria romlás miatt kell lekorrigálni a látását, azt szankciók betartása mellett védőmaszk és védőkesztyű használata mind a páciens, mind a szakember részéről, hogyha ezt használjuk, akkor ez elvégezhető, és ugyanez a helyzet a kiszolgálásban is, hogy a kiszolgálat térben is ugyanígy fogadjuk az ügyfeleket, hogy védőkesztyűben és maszkot használunk hozzá, illetve minden egyes látogatás előtt és után mi lefertőtlenítjük az üzletet. Ez mi vállaltunk önként, ez egy speciális szabvány, egy szigorú norma, hogy abban az esetben, ha valaki bejön az üzletbe az időpontra, amit megbeszéltem, előtt és utána is végzünk egy fertőtlenítést, ami abból áll, hogy minden olyan eszközt,
amivel kapcsolatba kerülhetett, azt ne fertőtlenítő eszközökkel, meg speciális UV csövet használunk a légtér fertőtlenítésére, illetve gyakran szerőztetünk. Az optikáknak is be kell zárniuk délután 3 órakor. A szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett ebben a szalonban ügyeleti rendben tartanak nyitva. Az ügyfeleket időpont egyeztetése után zárt ajtók mögött tudják kiszolgálni. Egy időben pedig csak egy ügyfél tartózkodhat az üzletben. Közben a Magyar Optikus Ipartestület és a Magyar Látszerész Szövetség a kattások mintájára a járulékbefizetések aluli mentességet kérték a vállalkozások számára. A területen dolgozók közül sokan gondolják úgy, hogy ennek a szakmának is be kellene kerülnie a gazdaságvédelmi intézkedések kedvezményezetti körébe. Ebben a helyzetben mindenki vesztes. Tehát mindenkinek szüksége lett a segítségre, de alapvetően mi azt mondjuk, hogy ha ebbe a korlátozott rendszerben a csökkentett nyitvatartás mellett mi megfelelő módon tudunk működni, az a legnagyobb segítség a számunkra. Tehát a legnagyobb gond az, hogyha elrendelnék azt, hogy teljes kijárási tilalom lenne, és be kellene zárni, akkor valóban el lehetetlenülünk. Így ebben az esetben, hogy így tudjuk fogadni az ügyfeleinket, és a szigorú protokollt betartjuk. Így a visszaesés mellett a vírus időszakra kb. Úgy gondolom, hogy át tudjuk vészelni. Ha kapnánk központi segítséget, természetesen annak nagyon örülnénk, de az a lényeg, hogy ha ezt a rendszert fent tudják tartani, hogy a korlátozások mellett és a szigorú egészségügyi előírások mellett tudunk működni, akkor azzal 2-3 hónapot át tudunk vészelni. Magyarországon 1200 optikai szaküzlet működik, ezekben 13-14 ezeren dolgoznak. A jelenlegi helyzetben csak mintegy 60%-uk tart nyitva, de sokszor ezek is csak ügyeleti rendszerben. Mint az Index megírta, országosan létre is hozták az ügyeletes optikákat megjelenítő weboldalt, hiszen a magyar lakosság fele szemüveges, és bármikor történhet baleset a látássegítő eszközökkel. Az országban kihirdetett veszélyhelyzet visszaesést okozott a véradásban, hiszen a szervezett véradások helyszínei, közintézmények, iskolák, óvodák és művelődési házak bezártak. Emiatt újra kellett gondolni és szervezni a véradások helyszíneit és a biztonságos szervezést is. A megyében azonban nem alakult ki vérhiány. Lehetőséget kaptunk arra, hogy a települési önkormányzatok a művelődési házakat bocsássák rendelkezésünkre, hogy a véradások zökkenőmentesen tudjanak folytatódni. Úgyhogy ennek szellemében a donortoborzással foglalkozó munkatársaink nagyon sokat telefonáltak, telefonon értesítették a donorokat és tájékoztatták őket, hogy hol vannak azok a véradó helyszínek, ahova el tudnak menni. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy elég nagy a riadalom, tehát hogy azért a lakosság is tart attól, hogy jobban kimozduljon, viszonylag fegyelmezetten tudunk viselkedni ebben a veszélyhelyzetben. A véradás helyszíneknél odafigyelünk arra, az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen, hogy készfertőtlenítésre lehetőség legyen a véradó helyszíneken, és úgy alakítjuk ki a helyszínt, hogy a kötelező távolságot a donorok egymástól meg tudják tartani. Nyilván a vérvételi eljáráshoz az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársainak közelebb kell menni, de ezt megfelelő védőfelszerelésben teszik, azért, hogy óvják magukat is, és óvják a donorokat is az esetleges fertőzéstől, hiszen azt nem tudjuk, hogy ki lehet hordozó, tehát erre oda kell figyelni, tehát fokozott figyelem mellett és nagy odafigyelés mellett a véradások biztonsággal folytatható. A kórházi ágyak felszabadítása és a nem életmentő műtétek elhalasztása miatt a vérkészlet felhasználása is kevesebb, azonban a vértartalékról folyamatosan gondoskodni kell. Ez a gyors átszervezésnek köszönhetően 100%-osan megoldott. A véradás.hu weboldalon lehet folyamatosan tájékozódni arról, hogy milyen településeken vannak véradások, hiszen a tervünk most is az, hogy a véradó helyszíneket vigyük oda, ahol a véradó donorok vannak. A kollégáim ugyanúgy az SMS postás szolgáltatással, illetve telefonos behívással, Facebookos megosztásokkal hívják fel a figyelmet, hogy hol vannak a települési véradások, illetve Nyíregyházán az inkubátorházban alakítottunk ki a területi vérellátó intézeten kívül egy másik helyszínt, hiszen ebben az időszakban talán a kórház területje nem minden véradó számára lesz vonzó, ezért egy külső helyszínt alakítottunk ki, ahol minden héten megszervezzük a véradásainkat.
A véradásokon résztvevőket továbbra is csak a vérrel átadható betegségekre tesztelik, fontos azonban hangsúlyozni, hogy a különböző vírusfertőzésekre, így a koronavírusra nem. A véradás feltételei a szokásosak, viszont kérik a donorokat, hogy aki 30 napon belül külföldön járt, esetleg találkozott olyan személlyel, aki fertőzött vagy hordozó lehet, 30 napig tartózkodjon a véradástól. Idejében bevezette és jól koordinálja a szükséges korlátozásokat Nagyhalász önkormányzata. Tudtuk meg a város polgármesterétől, Orosz Károly Zsolttól. A településen ügyeleti rendszerben üzemel az egyházi fenntartású óvoda. Az általános iskola gond nélkül állt át a digitális oktatásra. Az elmúlt napoktól kezdődően pedig szükség esetén a bölcsőde is újra fogad gyerekeket. A polgármester hozzátette, a gyors intézkedéseknek és a lakosság odafigyelésének köszönhetően Nagyhalászban egyelőre nem tudnak fertőzött szeméről. A szociális intézményeknél történt meg legelőször a korlátozás. A látogatási tilalom az mindenképpen él a mai napig. Egyre szigorúbb, hisz a idősek otthona az, ami a legveszélyeztetett korosztályt érinti ez a vírus. Itt folyamatos fertőtlenítés, védő maszk kesztyű használata, ez mindenképpen jelen van. Igaz, a járvány ügytől ígérték, hogy védő overallt fognak biztosítani, de még a mai napig sajnos ezt nem kaptuk meg, de bízunk benne, hogy a fertőzés nem fog az otthonba bejutni. Ezt mindenképpen megteszünk minden intézkedést, hogy ez így is maradjon. Nagyhalász igyekszik tartani a fejlesztések kivitelezési ütemét. Ugyanakkor a pályázati forrásból megvalósuló projektek egyes részelemei a koronavírus miatt úgy tűnik, nem készülnek el határidőn belül. A település jópazeti programból a zöldváros fejlesztése Nagyhalászban elnevezési projektunk folyik, amely projekt 9 projektelemet tartalmaz. Most például jelen pillanatban a főutcán leállósáv kialakítása van folyamatban. Emellett játszótér, kerékpáros pihenő, sétány kialakítása van, és ezeket folyamatosan végzik, alakítják kifelé. Már jelezte a kivitelező, hogy a május végi határidőt több mint valószínű azoknál projektelemeknél nem tudják tartani, ahol nem tudják időbe leszállítani a vírus miatt a megrendelt anyagokat. Orosz Károly Zsolt hozzátette, az elmúlt hetekben a város temetőjének ravatalozója, illetve műszaki fejlesztése is megtörtént. Ettől a héttől kezdődően szombatonként a nagyhalászi piac tér is újra nyitva tart, ám az önkormányzat rendelkezése szerint ruházati és vegyes iparcik nem árusítható. A 65 éven felüliek kizárólag reggel 8 és 9 óra között tartózkodhatnak a piac területén, szájmaszk használata pedig mindenki számára kötelező lesz. Az egyre melegedő időben nem szívesen emlékezünk vissza a fagyosabb napokra. Csak nemrég hagytuk magunk mögött az előző fűtési szezont, ugyanakkor érdemes már a következőre is gondolnunk. Ilyenkor tavasztal a legjobb beszerezni a téli tűzifát. A jobb fűtőértéknek köszönhetően ugyanis jelentős összegeket tudunk megtakarítani. Ami most ki van termelve, elérhető az erdőkben, az őszre nagyon jól ki fog tudni száradni, és a fűtőértéke tényleg megközelíti az elméleti fűtőértéket. Hát mondjuk még nem teljesen, de jóval kevesebb fát kell ebből a fából felhasználni a következő szezonban. Én úgy gondolom, hogy egy akár 30%-ot is lehet spórolni azzal, hogy nem nedves fával fűtünk, hanem szárazzal. Igazából a nedves fának is ugyanannyi a fűtőértéke, csak nagyon nagy százaléka a fűtőértéknek arra megy el, hogy a fában lévő nedvességet kifűtse a fa magából, úgymond. Ha nincs benne, akkor tényleg közelíthet a elméleti fűtőértékhez. A spórolás mellett az sem utolsó, hogy az erdészetektől származó tűzifa arra is garancia, hogy a vásárló valóban a kifizetett mennyiséget kapja készhez. Az erdőgazdaságok, a Nyírerdő ZRT is hagyományosan, úgymond erdei köbméterben árulja, értékesíti a tűzifáját. Ahogy az erdőben megtermelődött, szabvány szerint kemény fánál ez 175 cm magasságú sarangot jelent, tehát ebből egy méter hosszúságú szakasz az egy köbméter, és ez igazából mindig állandó, tehát a súly az változik, ugye pont az előbb említettük, hogy ugye, csökken a nedvesség hatalma, a súlya csökken, ezáltal a fa úgymond nem lesz kevesebb, csak mondjuk akik súlyra adják el, azok már ez negatívan befolyásolja a mennyiséget. Tehát köbméterben megadott mennyiség az mindig fix és mindig stabil.
Az erdészetektől vásárolt tűzifa esetében ráadásul biztosak lehetünk, hogy az fenntartható gazdálkodásból származik, a kivágott fák helyére csemeték kerülnek. Számos akció is várja az érdeklődőket, akik a járványügyi előírások betartásával vásárolhatnak országszerte az erdészeteknél. Van, ahol a régióban jellemző egyes fafajok megvételekor kapható kedvezmény, máshol házhoz szállítási akciót hirdettek a lakossági tűzifa vásárlásokkal kapcsolatban. Tölgyfa Gábor elmondása szerint a javarészt szeptembertől márciusig tartó fakitermelési szezonban a nyíredő felkészült a következő fűtési idényre, így elegendő tüzelő van készleten a lakosság biztonságos ellátásához. A koronavírus váratlan megjelenése és gyors terjedése nagyon nehéz helyzetbe hozta a magyar autópiacot. A kereslet egyik pillanatról a másikra drámaian visszaesett, kereskedések kényszerültek bezárásra. A Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke televíziónak beszámolta arról, a használt autók iránti érdeklődés közel 75%-kal esett vissza az elmúlt 4 hétben, egyes szalonok pedig csak előzetesen bejelentkezett vevők számára nyitnak ki. Visszacsatolásként kereskedőpartnerektől is mindenhol azt kaptuk, hogy gyakorlatilag egy negyedére esett vissza a forgalom használt autókereskedésekben. Egyébként nagyon sok kereskedő beírná át a kiárási korlátozások tekintetében, ugye csak 3 óráig lehet nyitva eleve egy telephely, de van, aki teljesen bezárt, és csak akkor nyit ki, hogyha esetlegesen érdeklődés van valamilyen konkrét kocsira. Gulyás József hozzátette. A környezetbarát gondolkodás következtében a közelmúltban kiemelt céllá vált, hogy mind a kereskedések, mind pedig magánszemélyek kevesebb autót hozzanak be külföldről. A koronavírus okozta határzár miatt tapasztalható is az import jelentős csökkenése, azonban ilyen mértékű visszaesésre nem voltak felkészülve a szalonok. Németországban is nagyon sok telephely, nagyon sok kereskedés bezárt, de ez nem csak Németországban, Ausztriára, Olaszországban, talán még fokozottabban igaz. Gyakorlatilag március közepén óta megszűnt az autóimport is, vagy csak egész minimálisra szorult vissza. Esetlegesen magánszemélyektől lehet vásárolni kocsit, de kereskedések ott is 80%-ban be vannak zárva. Ezért lehetetlen autókat most importálni külföldről. Az elmúlt hetek adataiból az látszik, az alacsony árfekvésben lévő személyautók és kis haszongépjárművek tudták leginkább fenntartani a vevők érdeklődését. Gulyás József hozzátette, az árakban jelenleg nincs nagyobb eltérés a korábbiakhoz képest. Mint mondta, az euró magas árfolyam a drágulást, a kereslet visszaesése azonban árzuhanást idéz elő, egyelőre azonban ez a két hatás kiegyenlíti egymást. Köszöntöm a kedves nézőket! Írtelek belterületén a 38-as számú főútvonalon hétvégén is érvényben van a forgalomkorlátozás. Mindkét irányba a főútvonal forgalmi sávját felmarták, és napokkal ezelőtt megkezdődött az útfelújítási munka. Kérem a járművezetőket, elsősorban a sebességkorlátozásra sokkal nagyobb figyelemmel legyenek, ugyanis a közel 2 kilométeres főútvonal szakaszon mindkét irányba 30 km/h a maximált megengedett haladási sebesség. És több bekötő mellékút is érintett az útfelújítási munkálatokkal kapcsolatosan. Útszűkület és megállási tilalom mindenhol. A hétvégével kapcsolatosan még nagyon sok helyen dolgoznak, így például a Magyar Közút az autópálya mérnökséggel együtt folyamatosan ellenőrzi az autópálya. Szakasz. Nagyon sok esetben a vadkerítések sérültek az elmúlt napokban, ezeknek a helyreállítását is végzik, ugyanis vadelítés történt az elmúlt 24 órában autópálya felhajtójánál is. Több helyen egyébként sebességkorlátozás is van az autópályákon, de főleg a lehajtóágnál minden esetben sebességkorlátozás hatája mellett közlekedhetnek. Az elmúlt 24 órában főútvonalainkon nagyon sok esetben történt személyisérléssel járó közúti közlekedési baleset. Az éjszaka folyamán a 41-es főútvonalon egy személygépjárművezető lesodródott az útról, az útszéli fának ütközött, a rendőrség vizsgálja a tragikus baleset okát és körülményét. Tegnap délután motorkerékpáros sérült meg abban a balesetben, mikor a 41-es számú főútvonalon felborult. A sérült motorost a mentők ellátást követően kórházba szállították, és ma reggel 5 órakor a 4-es számú főútvonal a Pazonyi úton 2 személygépkocsi ütközött össze, a balesetben jelentős anyagi kár és 2 személy sérült meg, itt is vizsgálják a baleset okát és annak körülményét. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!
Egyik sportág képviselői sincsenek könnyű helyzetben, a koronavírus járvány okozta különleges körülmények közepette, nincsenek versenyek, meccsek és még az edzés lehetőségek is minimálisra csökkentek. Különösen igaz ez az úszókra, aki csak az amúgy sem túlzottan kedvel szárazföldi munkát végezhetik, mivel az úszómedencék egyelőre tiltott területnek számítanak számukra. A Nyíregyházi Sportcentrum 2-26-nyi úszója kis csoportokban próbálja szinten tartani fizikai formáját a Continental Arena erősítő termében. Sajnos csak szárazföldön vagyunk, tehát az izi munkát nem nagyon tudunk végezni. A futóedzések, illetve a kis csoportos szárazföldi kondicionál edzések zajlanak. Figyeljük a történéseket, ugye hát megjelent a sajtóban, jött a Szabó Tünde államtitkárasszony engedélyével. Újra indulhatnak az edzőtáborozások a válogatott kerettagoknak. Ami nekünk ugye egy-két embert érintene, a két legnagyobbakat, de az edzés lehetőség az továbbra is vízfüggő, úgyhogy először is várjuk, hogy legyen a úszodába víz. Mivel azt még nem lehet tudni, hogy mikor indul el ismét a versenyidőszak, nem könnyű motiválni a sportolókat. Egyre jobban küzdünk ezzel a dologgal, látjuk rajtuk a fásulást sajnos. Megpróbálunk mindent, tehát új gyakorlatokat online és személyesen. Kis versenyt szerveztünk a múlt héten, ilyen kilométergyűjtés futóversenyben, és a gyerekek a telefonjukra töltött applikációnak a képeit elküldve csináltunk egy kis versenyt, hogy ki hány kilométert teljesített a héten. Tehát próbáljuk a versenyszámot is fenntartani, de erősen küzdünk vele, hogy motiváció továbbra is van ilyen szinten fenntartsuk. Az ifjúság Európa-bajnokságot tolták el, amire azt mondták, hogy augusztus vége szeptemberbe meg lesz tartva, de hát ahhoz már lassan elkezdenek ezt az edzést, mert az is már 3 hónapot csúszott az eredeti időponthoz képest, de ami a Magyar Úszó Szövetség honlapján megjelen még a hét elején, a Bladár Sándor elnök úr felrakta, ugye 27-ig még tart az állapot, a jövő héttől indulhatnak a szervezések, tehát ilyen konkrétumokat a jövő hét elején tudom majd, hogy hova lehet menni esetleg, és hol van lehetőség edzőtáborozni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 24-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Előre is kellemes hétvégét kívánunk, és köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!